Az Iskola Stenger Gizella Alapítványa minden évben megpályázza Makóváros önkormányzatának civileket támogató kiírását, melynek köszönhetően évről évre neves előadókat tudnak meginvitálni a hagymaházba. Ennek célja, hogy szakemberek segítségével próbálják felhívni tanítványaik figyelmét az egészségnevelésre, a tudatos élet kialakítására és a káros anyagok hatására. Kincses Tímea igazgató stábunknak elmondta, a návaiban a tudás átadásán túl azt is fontosnak tartják, hogy a családok mellé állva támogassák a fiatalok helyes életmódra nevelését. Mi abban tudjuk a szülőket támogatni, hogy ilyen jellegű programokat szervezünk, osztályfőnöki órán, vagy egyéb diáknapokon, rendezvényeken körüljárjuk ezt a témát, és felhívjuk a diákok figyelmét ezekre a veszélyekre. Az idei évben a sokunk által ismert dr. Zaher Gábor főorvos toxikológus volt a vendége a nebulóknak, akik hatalmas tapssal fogadták őt. Prezentációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a droghasználat és az alkoholfogyasztás mellett egyre nagyobb veszélyt jelent a fiatalokra a túlzott telefonhasználat. Egy átlag magyar fiatal, ők, akik majd itt szemben ülnek velem, napi 6 órát töltenek fönt az interneten, és azt nálam szerintem ők sokkal jobban tudják, hogy aki napközben egy órát nincs rajta a közösségi médián, azt tulajdonképpen halottnak nyilvánították. Úgyhogy erről is lesz szó, nem is kicsi szó lesz erről a történetről, mert azt gondolom, a kábítószer egy picit talán elcsépelt téma, habár van egy baromi egyszerű megoldás, egy hárombetűs magyar szó a nem. A kérdés, hogy ezt ki tudjuk-e mondani, ezt a hárombetűs magyar szót. Ha ki tudjuk mondani, akkor semmi gond nincsen. Ha nem tudjuk kimondani, hát akkor vannak a gondok, meg ugye a kérdés az, hogy valójában hoz-e a gyerek otthonról valamit a puttonyába. Ez egy ilyen jelképes puttony persze, amit mindig a hátunkon viselünk, és ebbe kéne belepakolni őt, hogy értékrend, keretrendszer, jövőkép és példaképek, mert ezek lesznek azok, amelyek a döntéseinket meghatározzák. A neves szakember mindezeken túl a dohányzás káros hatásairól is szót ejtett. Emellett kihangsúlyozta, úgy gondolja, olyan nyelven kell a fiatalokat megszólítani, amit megértenek.